vöröshagymát finomra vágtam, a zöldségeket félszerfeles kockára, a hagymát először egy kis vajon megpirítottam, utána mentek bele a zöldségek, ezt jól átpirítom, utána felengedem egy kicsi vízzel, megfárolom benne, utána zsírjára pirítom, a staubolom, tisztán megszórom, első felhagyzásig kerültem, utána felengedem csomplével, és így készül a klasszikus vegyes zöldségleves szakszerűen. A diákoknak 4 órájuk volt a 3 fogásos menüsor elkészítésére. Én a 6-os tételt húztam, abba készül egy vegyes zöldségleves, egy szuvidolt kacsacomb velesült almával, burgonyapürével és egy epres joghurtos desszert. Nagy üzem volt a kereskedelmi technikum összes tankonyhájában. Ma vizsgáztak a szakács tanulók. Az értékelésnél azonban nem csak az íz és az étel látványa dönt. Általában a vizsgabizottság azért körbejár, nézi azt, hogy hogyan dolgoznak, milyen tisztasággal dolgoznak, milyen szakszerűen darabolnak, tehát azért mindent megnéznek attól függetlenül, hogy kóstolnak, tehát a végeredmény azért nagyban befolyásolja azért az egészet. A pincérek is ma adtak számot tudásukról. Engem a felszolgálás már nagyon régóta érdekel. Szeretem a társaságot, én mindig is úgy szerettem volna dolgozni, hol emberek vesznek körül, és engem örömmel tölt el azt, hogy amikor mosolyogni látok egy vendéget, mikor távozik az étteremből, ezért nem volt kérdés, hogy felszolgáló leszek. A felszolgáló vizsga 2 részből tevődött össze. Egyrészt egy a tételen szereplő alkalomra ételt és italsort állítottak össze, megterítették az asztalt, végül felszolgálták a 3 fogásos menüt. Természetesen mindig a szabályokat tartjuk a szemünk előtt, mindennek megvan a pontos helye, mindennek megvannak a lehetséges változatai, és azt nézzük meg, hogy milyen pontosan vannak, tényleg ott van azon az oldal, de hát egy szakmunkás vizsgán ez már természetes, hogy ilyen nagy hibákat azért nem vétenek, hanem itt inkább a vizsgadruk miatt nem úgy elcsúszik valami éppen egy kicsit, nem éppen, nem függőlegesen, merőlegesen vagy vízszintesen áll. A fiatalok sikeresen helytáltak, még úgy is, hogy a vírus miatt lényegesen kevesebb gyakorlati órát tudtak számukra biztosítani. Elég nehéz évet hagytunk magunk mögött, mert azért november 10-e óta online oktatásban voltak a gyerekeink, de ettől függetlenül a rendelet megengedte azt, hogy személyes jelenléttel is legalább a gyakorlatokon bent legyenek, így a végzős gyerekek esetében megpróbáltuk azt a megoldást választani, hogy itt a tanétterembe, a tankonyhába, illetve a tancukrászdába fel tudjanak készülni a vizsgákra. A kereskedelmiben idén 125-en végeznek. A szakácsok és pincérek, cukrászok mellett most vizsgáznak a bolti eladók és a postai ügyintézők is.